következik, az asztalon ez a szerkezet látható. Ez a következő részekből áll. Van egy fém búra, ami eredetileg erre a pálcára van fölerősítve. Jól látható, hogy itt fémes érintkezés van a pálca, illetve a gömb közt. Itt fönt látható egy fésűfokszerű fém szerkezet, amely úgy van fordítva, hogy a csúcsok, azok a szigetelő szalag felé mutassanak. Ugyanilyen fésűfokszerű fém alul is látható, ez szintén úgy van elhelyezve, hogy a csúcsok a szigetelő szalag felé mutassanak. A működési elvennek a szerkezetnek pedig a következő. Dörzs elektromossággal működik ez a szerkezet. Az alsó fésűfokszerű fémre töltés kerül. A csúcshatás miatt a csúcsoknál, illetve az éleknél legnagyobb a térerősség lefújja a töltést magáról ez a kis fém. Ez a töltés rákerül a szigetelő szalagra. A szigetelő szalagot egy elektromos motor forgatja. A töltés fölmegy a fegyverzet belsejébe, tehát a fémház belsejébe. A töltések miatt a fönti kis fésűfokszerű fémnél leszívja a töltéseket a csúcshatás miatt erről a szigetelő szalagról. Ez a kis fém fémes kapcsolatban van ezzel a pálcával, és a töltés a fegyverzet külső felületén helyezkedik majd el. És utána erről a generátorról töltést lehet levenni, ezt majd mindjárt meg fogom mutatni, hogy fel fog töltődni az elektrométer. Akkor nézzük meg a Van de Graaff generátor működés közben. Az előbb szétszedett generátor most már összeraktam, tehát ha elindítom a generátort, akkor lent ráfújja a töltést, a szalag fölviszi a búra alá, és ez a töltés meg fog jelenni a külső felületen, majd pedig az elektroszkópra megy. Az elektroszkópnak a házát leföldeltük, a lemezt pedig a fegyverzethez kapcsoljuk. Nézzük meg, hogyha elindítom, akkor egy pillanat alatt föltöltődik ez az elektrométer. Megállapítható az is, hogy a Van de Graaff generátor milyen töltésre töltődött föl, mégpedig a már korábban tanult módszerrel, tehát abban az esetben, hogyha az elektrométeren lévő töltéssel közelítünk az elektrométerhez, és jobban kitér, akkor olyan töltéssel közelítettünk, ami rajta van, ha ellentétes töltéssel közelítek, akkor pedig összecsukódik. A következőben én egy negatívra feltöltött műanyagrúddal közelítek, és látható, hogy kismértékben, de jobban kinyílt, ebből az következik, hogy ez a Van de Graaff generátor, ez negatívra töltötte föl.